hát annak, aki ezt kitalálta. Oké, és következő gyakorlat, ez egy román felhúzás lesz kézisúllyal. Kérdezhetnétek, hogy miért kézisúllyal? Megmondom őszintén, nem tudom, utálom rúddal csinálni. Nekem a rúd előre forgatja a vállaimat, állandóan hátfájást okoz, nem szeretem igazából rúddal végezni, plusz sajnos a rúd önkéntelenül is arra kényszerít, hogy egyre nagyobb súlyokat használjak, de az alsóhát problémáim miatt ez végzetes hiba lenne. Nekem ez a gyakorlat nem a progresszióról szól, nem próbálok meg benne erősebb lenni, az engem valószínűleg tolókocsiba juttatna, ez a dolog nálam nem működik, de mégis nagyon fontos hangsúlyozni a combhajlítók edzését, ami a nyújtott pozíciót illeti. Tehát mindenképpen végezni kell valamilyen formájú merevlábas vagy román felhúzást. Mi a különbség? Körülbelül 5 fokos térhajlás a különbség, semmi több. Tehát a merevlábú felhúzással a nyújtott láb miatt, nem kiakasztott, csak nyújtott láb miatt, olyan előnytelen mechanikai helyzetbe hozzuk az alsó végtagjainkat, hogy a farizmok nem tudnak hatékonyan dolgozni, cserébe a combhajtó fog jobban dolgozni. Egy picit érthajlással, 5-10 fokos szögről beszélünk, egy picit nagyobb érthajlással, azonnal egy mechanikailag sokkal előnyösebb helyzetbe hozzuk ugye a lábainkat ahhoz, hogy a farizmok jobban fognak tudni dolgozni, nagyobb súlyokat fogunk tudni kezelni, csökkentjük a combhajtó nyújtását, és ezáltal, ugye, hogy mondtam, nagyobb súlyok kezelése válik lehetővé, és a nagyobb súlyok nagyobb izomfejlődéssel foglak járni, főként ami a farizmokat és a combhajtót illeti, tehát ha csak combhajtóra szeretnétek fókuszálni, akkor merevlábú felhúzást érdemes végezni, de nem nyújtott lábút, ha pedig a farizom és a combhajtó a cél, valamint a biztonságosság is szempont, akkor a román felhúzást érdemes végezni, ami ugyanaz, mint a merevlábú felhúzás, csak egy 5 fokos szöggel jobban behajlítjuk a térdeinket, ennyi az egész. A kézisúlyzó előnye pedig az, hogy nem magam előtt van a súly, hanem egy kicsit magam mellett is tudom tartani, és emiatt nekem természetesebbnek érződik a mozdulat, főleg ami a felsőháti szakaszt illeti, tehát a mozdulat stabilizálása számomra könnyebb azáltal, hogy kézisúlyokat használok. Ennyi az oka a kézisúlyoknak ma. A 4 legnagyobb hiba, amit az emberek elkövetnek egy merevlábú vagy román felhúzásnál, az első, az az, hogy megpróbálják magukat nézni a tükörbe, és egy szörnyű nyak extenziós pozícióba kényszeríti magukat, tehát amikor egyenesen állnak, akkor maguk elé néznek, ez ugye a neutrális nyakpozíció, de az emberek elfelejtik, hogyha előre hajolok, akkor ez nem neutrális nyakpozíció lesz, ez lesz a neutrális nyakpozíció. Tehát a nyakam helyzete nem változhat. Ha állva előre nézek, akkor az a pozíció előrehajolt helyzetben lefelé nézés lesz. Ez nagyon egyszerű, végtelenül egyszerű dologról van szó, és az emberek mégis rendszeresen elfelejtik. Soha nem szabad nyakextenziót végezni felhúzások közben. Második dolog, nem hiszem el, hogy erről beszélni kell 2022-ben, de minden nap visszaköszön ez az óriási hiba hozzám a klienseimen keresztül, hogy az emberek deszkákat vagy tárcsákat raknak a lábújjuk alá, ami félelmetes, nem is tudom, hogy ez a marhaság honnan ered. Hogyha te a lábujjaidat megemeled, akkor valóban nagyobb nyújtást fogsz érezni hátul a lábadban, de ehhez ez nem a combhajtód lesz, mert a combhajtónak az égvilágon semmi köze a bokához. Tehát a boka dorsziflexiója vagy plantár flexiója semmilyen kihatással nem lesz a combhajtó nyújtására. Az az extra nyújtás, amit érzel, az az ideg nyújtása, ami a gerincedből fut le végig a lábujjaidig. Ennek az idegnek a túlnyújtása, ez zseniális ötlet, ez semmilyen formában nem járul hozzá a combhajtód edzéséhez.
Ellenben lehet, hogy egy extra nyúlást fogsz érezni egész addig, míg majd egyszer csak azt nem fogod érezni, hogy gerincsérved lett. Persze nem lesz gerincsérved, de ennek az idegnek az irritálása ugyanolyan érzéssel jár, mintha gerincsérved lenne, úgyhogy ezt a marhasságot felejtsétek el. Arról már nem is beszélve persze, hogy ez egy instabil pozíciót hoz létre, és hogy azt már sokan tudjátok, minél instabilabb a gyakorlat, annál kevésbé fog dolgozni a célizom. Minél stabilabb a mozdulat, annál nagyobb erőt tudunk kifejteni, és annál nagyobb lesz a mechanikus tenzió. A másik hiba pedig, hogy az emberek ezt egy húzó mozdulatként fogják fel, de ez valójában inkább egy bicska mozdulat, tehát nem az a célom, hogy előre hajoljak és felhúzzam a súlyt, hanem az a célom, hogy hátra nyomjam a fenekemet és behúzzam magam alá. Én úgy szoktam ezt az emberekkel megtanítani ezt a gyakorlatot, hogy körülbelül egy fél méterre elé állítom őket egy falnak, és azt húzom ki célul, hogy a mozdulat közben érjék el a fenekükkel a falat, és akkor fogják megtanulni a helyes mozdulatot. Erre egyébként különböző könyvek vannak, hogy hogyan érdemes ezt a mozdulatot az emberek fejébe belevésni, és sokan egy i és a nyíl hasonlatot szokták felhozni, tehát úgy kell viselkednünk, mint a felhúzott számszeri, azaz egyenes pozícióból hátrafele nyomjuk a fenekünket, majd előre hozzuk a fenekünket, erre kell fókuszálni ahelyett, hogy előre hajolnánk és megpróbálnánk felállni a súllyal. Ha az a célod, hogy előre hajolj és felhúzd a súlyt, az felhúzás. Ha az a célod, hogy a fenekedet hátra nyomd és magad alá húzd, az pedig farizom és combhajtó lesz, azaz román felhúzás, ez a különbség. Még egy nagyon fontos dolog, a súlyt mindig tartsátok a lehető legközelebb magatokhoz, sőt, én azt szoktam mondani, hogy a karok, vagy az öklök, vagy a rúd, vagy a kézisúly mindig a mozdulat minden pontján valamilyen formában kontaktba kell, hogy legyen a testtel, tehát amikor felállok, akkor hozzáér a combomhoz az öklöm, ahogy megyek lefele, végig húzom az ökleimet a bőrömön, és egészen a legalsó holtponton is szeretem, ha hozzáérek a saját térdeimhez, vagy a saját csípcsontomhoz, és akkor fogom tudni hangsúlyozni a farizmok munkáját, és nem csinálok a gyakorlatból egy alsóhágy gyakorlatot, tehát nem a felhúzó mozdulat a lényeg, hanem az, hogy a popsit hátratoljátok, és magatok alá húzzátok. És a másik, kérdezhetnétek, hogy miért nem állok fel teljesen, hát nem logikus. Ha felálltok, akkor megszűnik a feszülés a combhajtóban és a farizomban, nem szabad soha kiállni a súllyal, ha a combhajtó és a farizom a cél. Ha erőemelés a cél, és az a cél, hogy minél nagyobb súllyal felálljatok, akkor persze ki lehet állni a súllyal természetesen, de itt nem ez a cél. Itt a cél az, hogy folyamatos feszülés alatt tartsam a combhajtót és a farizmokat, úgyhogy soha nem szabad felállni súllyal teljesen.